Nehezebb ismerkedni, önállóvá válni és elhagyni a családi fészket, ezt is magával hozta a koronavírus járvány a fiatalok számára. Körükben egyre többeknél tolódott ki a szülőktől való elköltözés ideje. Erről a jelenségről is beszélünk a mai 35 percben, és már is mutatjuk, hogy még mivel foglalkozunk. Köszöntöm Önöket! Fejlesztések mándokon, a járványhelyzet sem vetette vissza a beruházások kivitelezését. Család és karrier sokaknak segített 3 év alatt a Vöröskereszt csak pontja. Sokan ragadtak a Mama Hotelben, a járványhelyzet hatásaként tovább laknak szüleiknél a fiatalok. A járványhelyzet ellenére folyamatosak voltak a fejlesztések tavaly mándokon. Új piac várja a helyieket. Teljes mértékben kiépült a szennyvízhálózat, és a szociális központ is megújult. A városvezetés nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a lakosság igényeihez igazítsa a beruházásokat. Hamarosan új kerékpárút építése is megkezdődik. Az önkormányzat dolgozói pedig a járvány sújtotta a helyzetben folyamatosan segítik a karanténban lévők és az idősek mindennapjait. Mándok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye észak-keleti részén az Áhonyi magyar-ukrán határtól mindössze 15 kilométeres távolságban helyezkedik el. Jelenleg mintegy 4000-en lakják a 2007-ben városi rangot kapott települést. Az önkormányzat ennek megfelelően igyekszik fejleszteni évről évre az infrastruktúrát. Mindezt a már több mint egy évvel ezelőtt berobbant koronavírus járvány ellenére a tavalyi évben is sikerült kivitelezni, tudtuk meg a települést 2002 óta vezető Pekó Lászlótól. Sajnos a pandémia minket is, mint minden települést és az országban mindenkit nagyban érintett, de ennek ellenére a felelősségteljes gazdálkodásnak köszönhetően sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Így a nyertes pályázatokat be tudtuk részben és egészben fejezni. Többek között a top beruházásaink közül egy integrált szociális alapszolgáltatások fejlesztése Mándokon, új épület építése, a fogyatékosok nappali ellátásának biztosításához nyertünk 150 millió forintot durván, és ehhez még az önkormányzatnak 12 millió forint önerőt kellett kiegészítő forrásként hozzátennie. Sikerült a barna mezős területek rendezésére új városi piac és rendezvénytér kialakítása egy pályázati forrás keretén, ami közel 132 millió forint volt, és ide önerőt 36 millió kellett biztosítani az önkormányzatnak. Ez azért egy kicsit, ez a kettő már keményen megterhelte az önkormányzatnak a büdzséjét, de átcsoportosítással sikerült ezt is megvalósítanunk. Elkészült első ütemben a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, egyre 234 millió forintot sikerült nyernünk, és ebből meg is valósult az első rész. Most folytatódik a második része a csapadékvíz elvezető rendszernek, a durván 324 millió forint. Ez a közbeszerzés utolsó szakasza van folyamatban, tavasz végén, nyár elején kezdődik a kivitelezés. És már most készül a harmadik ütem, ami azt jelenti, hogy az egész városban 100%-osan épülne a csapadékvíz elvezető rendszer. Nem csak ez nagy segítség a helyieknek. A szennyvíz elvezető rendszer is teljes mértékben kiépült. A munkálatoknak néhány hónappal ezelőtt még több látványos pontja volt a településen. Ennek részeként a közlekedést is sikerült több helyen biztonságosabbá tenni. Lesz még ilyen jellegű fejlesztés idén, hamarosan egy a város nagy részét átszelő kerékpárút építése kezdődik meg. Befejeződött egy nagyon nagy beruházás, az Észak-Kelet-Magyarországi szennyvíz elvezetési projekt több mint 1 milliárd forintból 100%-osan kiépítésre került a szennyvízrendszer, a meglévő rendszer pedig felújításra került. Itt volt 19 átemelő, ebből 10 maradt, és ezt a hiányt, ezt a 9-et, amit megszüntettek, gravitációval oldották meg. És ez feltúrta a településnek azon részeit, ahol megszűntek ez a 9 átemelő. Itt ezekben az utcákban december végére 4 utcában a Dózsa, Honvéd, Bajcsi, Anna János utcában teljes szélességbe újra leaszfaltozásra került az út, ami közel majdnem 1 kilométer hosszú, 900 méter, 1000 méter között alakultak, úgyhogy ez egy nagy lépés volt. Sikerült egy 70 millió forintos pályázatot nyerni a iskola előtti Szent István téren lévő buszfordulóra, mondhatnánk egy buszállomásra végeredménybe.
mert a bejáró tanulókat itt teszik le reggel iskolába, este itt veszik fel, biztonságos a közlekedésük, és egy olyan területet sikerült feltárni a településnek, ahol kimondhatjuk, hogy közelebb került itt az idősek része is a busz forduló miatt a felszállás, a kanadai rész, vagy említhetném a Mező utcát is ezen a részen. Ezért ez már egy régi vágyunk volt, hogy a település ezen a részére is jöjjön le a busz, ne csak a Kossuth utcai fordulóba lehessen fel és leszállni. Sikerült a magyar falu pályázatokon óvodaudvari játékok beszerzése, itt közel 5 millió forintos pályázatot nyertünk, orvosi eszközök beszerzése közel 3 millió forint, és sikerült most megnyernünk egy kerékpárút építését a Petőfi utcán, még közel 33 millió forintból. Ez most az idén fog elkészülni, már a kivitelező kiválasztása van folyamatban. Nyertünk egy kültéri kondiparkot, egy 10 millió forintot rá, ez szintén a rendezvénytére, a közösségi rendezvénytéren, a kastély előtti téren és a piaccal szembe van elhelyezve, ami a gyerekek és a felnőttek mozgásigényéhez megfelelően van. Befejeződött a Hírkert Kft. Optikai kábel lefektetése a városban, így 100%-os a kiépítettsége ennek is, és a Rákóczi út kereszteződésétől 1 km hosszan vasútállomásig a másik teljes szélességében aszfaltjárda épült. Úgyhogy ezeket a sikeres pályázatokat a tavalyi évben meg tudtuk oldani. Bár, mint említettem, átcsoportosításokkal, természetesen költségvetés módosításával értünk el egy visszafogott gazdálkodást, mivel ezeket szerettük volna be is fejezni, és hogy hozzá tudjuk tenni a pénzt, nem kevés. Mondanám az, hogy utána járások voltak ezek, de sikerült végül megoldani. És a szociális téren, mivel itt is sajnos volt az ősszel a úgynevezett Covid betegek, szintén a házi gondozottak mentek, és gondozók és ápoltát vitték azokat a élelmiszert meg, amit kellett bevásárolni, amivel az önkormányzat is tudott segíteni. Úgyhogy ez évre a terveknél, mivel még most is sajnos és egyre jobban felfokozódik, és azért jelentősen van most Covid beteg a városba, így megpróbáljuk mi is minden lehetőséget ahhoz, hogy tényleg ne terjedjen tovább. Intézkedéseket hoztunk, hát bízunk benne, hogy csak sikerül ezen a járványon is túl lennünk, és idővel a normális életet fogjuk tudni élni. A város égkövének számító Forgács kastély és az ehhez tartozó kerti vigadó az elmúlt években rengeteg turistát vonzott Mándokra. A polgármester bízik abban, hamarosan újra enyhül a járványhelyzet, így a kastély és a rendezvényház is megnyithat az érdeklődők előtt. Az a látogatottság, mint ami eddig volt, az nincs, mivel azért ide túl sok üzleti útra nem érkezik olyan személy, akit megszálljon, bár az is sokat nyomott a latba, hogy sikerült itt elkészíteni annak idején a kastélyt egy pár évvel ezelőtt, amikor átadásra került, és örültünk neki, hogy itt a turizmus felrendülőbe lesz, de reméljük visszatér ez az idő, és akkor sokan látogatják és jönnek a kastélyba, és így viszik a Mándok hírnevét is tovább. Közel 3 éve 2018. júniusában nyílt meg a Magyar Vöröskereszt nyíregyházi család és karrierpontja. A napokban záruló projekt egyik legfontosabb célkitűzése a munkavállalás szempontjából hátrányosan érintett csoportok, nők, anyák, gyermeküket egyedül nevelő apák, nagyszülők segítése volt. Ennek elérését különféle programok és együttműködések szolgálták. A projekt résztvevőivel beszélgetünk a következőkben. Itt van velünk a stúdióban Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója, és Dudás Marianna, a projekt szakmai vezetője. Kezdjük csókon, köszönjük szépen, hogy itt vannak nálunk. Na nézzük akkor az első kérdést, hát ami szerintem a legfontosabb, ez pedig a probléma felvetés, hogy ennyire általános probléma, hogy a kisgyermeket nevelő nők hátrányos helyzetben vannak Magyarországon? Én azt gondolom, hogy ez határozottan kijelenthető, hogy igen.
Azért azzal kell számolni, hogy akkor, amikor valaki gyermekvállalásra adja a fejét, akkor utána az az időszak, amit a gyerekével szeretne otthon tölteni, legyen ez akár egy év, akár kettő, akár három év, ez a munkaerőpiaci szempontból mindenképpen hátrányként fog jelentkezni egy nő életében, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy a mai változó világban akár más technológiákhoz, más kommunikációs eszközökhöz kell szokni, ahogyan fejlődik az irodatechnika, egészen más kihívásokkal kell szembenéznie. És szembenéznie kell azzal is, hogy amikor a kicsit beadja valamilyen intézménybe, bölcsődébe, óvodába, akkor számos olyan betegséggel fog találkozni, ami miatt például otthon kell maradnia. Ez mindenképpen akkor, amikor valaki a munkaerőpiacon szeretne valamilyen szerepet betölteni munkavállalóként, akkor hátrányos helyzetbe fogja sorolni. Másrészt az kiesik a munkavilágából. Kiesik, ugye? A munkavilágából. Akkor, egyrészt a munka lemaradása van. Ez így van. És a munkatudása is megkopik, hiszen az alatt a két év alatt, amit otthon tölt, egészen más feladatok kerülnek fókuszba. Nagyon sok olyan készsége bővül, és olyan eszköztára lesz, amit utána egyébként a munkaerőpiacon is tud hasznosítani, de nagyon sokszor találkozunk azzal, munkáltatóként én is, hogyha valaki gyesről, gyedről jön vissza, nincs feltétlenül tisztában azzal, hogy mik azok a munkaerőpiaci előnyök, amit egy kisgyermek nevelése során is időközben fejlődik, és ezt a maga javára tud fordítani. Felcsigázott. Már ugye el. egy ilyen projekt segít ebben, hát például a szervezési készség, az időbeosztásnak a kérdése, a családi menedzsmentnek a kérdése, hogy egészen másképpen kell szervezni az életét annak, aki egyedül él, aki csak egy háztartással él, vagy mondjuk 2-3 gyereke van, és a napi szintű logisztikát kell megoldani a családnak. És ezek nagyon szépen visszafordíthatók a munkavilágában is, de nem biztos, hogy ez például egy önéletrajz megírása során ezt ő hátrányként tudja felmutatni, hogy kiestem a munkaerőpiacról 2 évre, de az, hogy közben milyen készségeim fejlődtek, ezt már nem fogja tudni, viszont egy-egy ilyen projektben vannak olyan elemek, amik ezt nagyon jól meg tudja mutatni neki, hogy hogyan tudja hasznára fordítani ezeket a dolgokat. Marianna, öntől kérdezem, hogy hogyan sikerült megtalálni a célközönséget egyáltalán? Hogy érezzék ezt akkor problémának, és hogy a problémájukra azért van egy megoldás, például önök. Aki érezte problémának, az megkeresett minket. Igen? Igen, egy idő után így volt. Gyakorlatilag a projekt megvalósítás első fél évét azzal töltöttük, tehát azokkal a kommunikációs aktivitásokkal, amelyeket a célközönség elérésére gondoltunk ki jónak. Tehát többek között, igen, bejöttek, hát rengeteg rendezvények vettünk részt, városi, megyei rendezvényen, ahol népszerűsítettük a projektet, és a szolgáltatásainkat, hogy mit nyújthatunk, tehát mit lehet nálunk elérni. És akkor milyen szolgáltatásokat lehetett? Meg természetesen ugye arra is kíváncsi lennék, hogy akkor milyen programokat szerveztek. Minden szolgáltatás a munkaerőpiacra való visszatérést segítette, főleg nőknek minden szolgáltatásunk. Ezekben a tanácsadásoktól kezdve a tréningeken, képzéseken át olyan rendezvények, már saját rendezvények szervezése volt döntő, ahova főleg kisgyermekes anyákat vártunk, de egyáltalán tehát célcsoportunkba tartoztak a férfiak is, nagypapák esetleg, vagy gyermeküket egyedülnevelő családfenntartók. És gyakorlatilag elég széles volt széles a célcsoportunk, de a nők kerestek meg minket zömmel, tehát a kisgyermekes anyák. Itt milyen eredményekről lehet beszámolni, vagy egyáltalán hogyan mérték az eredményességet? Mivel nagyon kevés volt ez a megvalósítási időszak, igen, csak jó lenne még jó pár év hozzá, de így is tudok beszámolni sikerélményekről, tehát a tanácsadásaink nagyon sikeresek voltak, mivel hogy ingyen biztosítottunk mindent, ez is eléggé kecsegtető volt.
Azon kívül a munkaerőpiacra visszatérést segítő képzéseink, tréningeink is, ahol olyan tudásanyagot kaptak az érdeklődők, vagy a tréningeikbe, képzéseinkbe bekapcsolódók, amelyel, ahogy Edina az előbb utalt rá, hogy egy hosszú idő óta gyedengyesen lévő anyuka kiesik abból a körforgásból, ami addig, amíg dolgozott, természetes volt. Itt egy-két év után is új kihívásokkal kell szembenézni. És utána, miután pedig visszatér a munkaerő piacra, hát fogalmazunk akkor így csúnya szóval, azért a gyerek megbetegszik az óvodában, ugye, és akkor az ő felügyeletére gondoskodni kell, és akkor itt jön képbe a családbarát munkahely, hogy ugye itt nem csak olyan embereket vontak be, akikre, tehát a célközönséget effektíve, hanem ugye még a munkahelyeket is. Igen. Őket hogyan találták meg? Hát egyrészt a kapcsolati hálunkon keresztül, tehát a Vöröskereszt akkor, amikor egy ilyen programba belevág, nagyon szerencsés helyzetben van, mert nagyon kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, és ezt a kapcsolati hálót ilyenkor mi aktívan használjuk. Másrészt a munkavállalóinknak a személyes kapcsolati hálóján keresztül értük el nagyon sok esetben a munkáltatókat, illetve rendelkezésünkre állt egy lista, amiben a megyében családbarát munkahely címet kapott munkahelyeket fel tudtuk kutatni, így elsősorban velük léptük kapcsolatba. Azért a munkáltatói oldalról mindenképpen meg kell említenünk, és még így is mi azt gondolom, hogy örülhetünk, mert egy egész jó együttműködés tudott kialakulni, és viszonylag könnyen, mert azért a pályázatoknak, projekteknek mindig vannak ugye számszerűsíthető mutatói, amit el kell érnie a pályázónak, tehát ezeket az indikátorokat kötelező is hoznunk, de nyilván az is nagyon fontos, hogy ne csak a kötelező indikátort hozzuk, hanem tartalommal töltsük meg azt az együttműködést, amit kialakítunk velük, és így sikerült arra is ráfókuszálni, hogy mik azok a készségek, kompetenciák, amiket fejlesztenünk kellene ahhoz, hogy mondjuk egy-egy adott térségben mire van szükség, mire kellene reagálnunk problémaként. Ez egyrészt ugye az egyéni felmérésekből, a munkavállalói célcsoportnak a felméréséből adódott, másrészt pedig a munkáltatói igényfelmérésből, és ezt a kettőt próbáltuk egymáshoz közelíteni. Feldobja a kérdést, hogy akkor mik azok a problémák, amelyekre rá kell koncentrálni, akár akkor munkavállalói vagy munkaadói oldalról e tekintetben. Munkahelyre való visszatérés, az probléma, tehát kezdjük itt. Bármennyire időre is kiesik az ember a munkaerőpiacról, vagy a munkavilágából. Az természetesen bele kell rázódni. És bele kell rázódni. És akkor a munkaadó oldaláról ott milyen problémák adódhatnak? A munkaadó oldaláról azért rendek, tehát hogy van egy adott probléma, például az időre való beérkezés, és ennek való megfelelés. Másrészt ugye a tudásbéli hiányosságok, hogy nem feltétlenül van megfelelő szakképzettsége annak a munkavállalónak, aki egy adott munkára jelentkezik. És akkor, amikor ezt látjuk, akkor tudunk arra reagálni a munkavállalói oldalon, hogy például pályamódosítása vagy pályakorrekcióra szorul valaki, és akkor arra kell felkészíteni, hogy ezt hogyan tudja meglépni, milyen tanfolyamokat kellene keresnie ahhoz, hogy mondjuk egy jobb munkaerőpiaci státuszba tudjon kerülni. Nagyon sokszor van megfelelő számú munkavállaló, de nem minőségi munkavállaló áll rendelkezésre a munkáltatói oldalon. Tehát, hogy van egy merítés, ahonnan tudnak fölvenni, de például nem maradnak meg a munkavállalók. Egy anyának nagyon nehéz visszaállni akkor, amikor előrébb kell helyeznie például a gyerek elé kell helyezni egy kis időre, vagy ő ezt így éli meg, hogy a gyereke vagy a család elé kell helyezni a munkavállalását, vagy az úgynevezett karrierjét, bármit is értsünk feltétlenül ez alatt, ugyanis nagyon sokszor ez nem annyira pozitív értelemben jelenik meg, hogyha egy nőnek fontos az is, hogy mondjuk a munkahelyén megfelelően helyt álljon, vagy ne érje be kevesebben, mint egy
azonos szinten lévő férfi kollégája. Jellemző vannak... egyébként, hogy a munkavállalók nem veszik fel szívesen azt a hölgyet, aki most jön vissza újra a munkaerővilágába? Én azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma, már csak azért sem, mert ennek azért van egy törvényi szabályozása, tehát vissza kell venni. Én azt gondolom, hogy munkáltatóként segíteni kell őket, hogy a beilleszkedésük az minél zökkenőmentesebb legyen. Ezek a családbarát munkahelyek ezt meg is teszik. Ezek nagyon egyszerű dolgokon tud múlni, például egy rugalmas munkakezdésen, tehát ott, ahol nem gyártósor mellett dolgoznak, és blokkoló órával indul a munkanap, annál ezt meg lehet tenni. Meg lehet tenni egy nagyon egyszerű részmunkaidős foglalkoztatásnál. Ott, ahol nagyobb üzemek vannak és van kereslet, családi bölcsődék vagy munkahelyi bölcsődéknek a létesítésével. Tehát van egy csomó olyan családbarát szolgáltatás a munkáltatói oldalon, ami igazándiból nem jelent túl nagy anyagi befektetést a munkáltatónak, viszont ezt a nők visszaszoktatási idejét meg lehet vele könnyíteni, és elő lehet segíteni azt, hogy a család is, és a karrier is egymás mellett tudjon fejlődni, és egy nagyon szép szimbiózis tudjon alkotni. Önök akkor közvetítettek is egyébként? Munkaadó és én munkavállaló között? Én ezt nem lehetem közvetíteni. Nem szeretem ezt a szót, inkább összekapcsoltuk a munkavállalót mi velünk együttműködési megállapodást kötött cégekkel. Mennyire volt munkahelyekkel. Jól tudom, azért vannak számaik is. Igen, a segítségünkkel 23 munkavállaló hölgy helyezkedett el azokhoz a azokra a munkahelyekre, akikkel mi kapcsolatban voltunk. Egyébként mennyi ember sikerült bevonni a projektbe? 1600 embert szólítottunk meg, ezt így, inkább így fogalmaznám, ügyfeleink ehhez csatlakozott 600 ember, 600 fő. Önök sikeresnek értékelik egyébként? Mindenképpen is nagyon szomorúak vagyunk a befejezése miatt. Pont akkor ér véget ez a projekt is, amikor már úgymond kezdene önjáró lenni, tehát beágyazódott a szolgáltatás mind Nyíregyházán, mind pedig a megyében. Én bízom benne, hogy egy következő ciklusban ennek lesz folytatása, mi pedig remélem, hogy sikerrel fogunk rá pályázni. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk. Köszönjük a meghívást. A járványhelyzet miatti több együtt töltött idő sok családban volt pozitív hatással, a kapcsolatokra voltak ugyanakkor negatív hatásai is az összezártságnak, felszínre hozva például korábbi problémákat. A fiatalok körében pedig egyre többeknél tolódott ki a szülőktől való elköltözés ideje, ami a tömegessé váló home office-szal is összefüggésbe hozható. Pedig a mobilizáció egyúttal ismerkedési lehetőséget is jelentene sokak számára. Több mint egy éve kezdődött hazánkban a koronavírus járvány. Szinte nincs olyan területe az életünknek, amelyre ne nyomta volna rá a bélyegét valamilyen formában. A családi életben különösen éreztette hatását a pandémia. A járványnak, mint tudjuk, több szakasza van. Az első szakaszban, amikor ez ugye tavaly márciustól indult és tartott egészen júniusig, ebben az időszakban a családok meglehetősen komolyan vették a járványügyi szabályokat, és betartották azokat az kéréseket, hogy maradjunk otthon. És ebben az időszakban megpróbálták még az elején, megpróbálták ennek a pozitív hatásait megélni, tehát a több együtt töltött idő, az, hogy kevésbé mennek ki társaságba, hanem sokkal inkább a család saját programokat valósít meg, kertészkedés, például brutálisan megnőtt a kertészeknek a munkája és a forgalma, és aztán a nyáron pedig igyekeztek a családok egy kicsit kiszabadulni ebből a bezártságból, és aztán amikor jött a második szakasz, akkor ezt úgy állapítják, vagy úgy ábrázolják a kutatók, hogy minthogyha egy hajóval közelednénk a parthoz, és a part egyre inkább távolodik. Tehát mostanra azt lehet tapasztalni, hogy sokkal inkább a negatív hatások erősödtek föl, tehát nagyon ki szeretnénk már menni a szabadba, nagyon szeretnénk a barátainkkal, a rokonainkkal találkozni, és itt már sajnos megjelennek azok a
hatások is, hogy hát nem is biztos, hogy be kell tartani olyan szigorúan ezeket az előírásokat. Tehát azt lehet mondani, hogy a hatások, ezek ciklikusan jelentek meg. Az elején még inkább a pozitív hatások azok, amelyeket tapasztaljunk, és ahogy haladunk egyre inkább előre, most már kezd talán elegünk lenni ebből a nagyon-nagyon komoly bezártságból. Az, hogy ilyen sokat vagyunk együtt, nyilván valahol erősítheti is a családtagok közötti kapcsolatot, de ezért hallottunk számos olyan hírről, vagy statisztikát is láttunk, hogy ez azért előhozhatja a családi erőszakot is azokban a családokban, ahol nem feltétlenül jelent jót az, hogyha mondjuk többet vannak együtt a családtagok. Valóban így van, de nem csak az erőszakot hozza felszínre, hanem azokat a konfliktusokat is, amelyek a családban korábban valami módon úgy szőnyeg alá kerültek. Most azzal, hogy többet vagyunk együtt, több találkozási lehetőség van, több konfliktus kialakulási lehetőség van, és azok a kapcsolatok, amelyek korábban nem működtek, vagy alig-alig működtek, azok bizony ezek a kapcsolatok lassan tönkre mennek, vagy felszámolódnak, és hát nagyon nehéz az ismerkedés, hiszen aki kilép egy hosszabb tartó kapcsolatból, annak most ebben a járványos időszakban esélye nincs arra, hogy új kapcsolatokat hozzon létre, mert nem jár be a munkahelyre, tehát nincsenek a munkahelyi találkozások, nincsenek kulturális rendezvények, a sportrendezvények is meglehetősen csekély számúak. Tehát nagyon lecsökkent a találkozási lehetőség. Ez bizony a kapcsolatokat, a később kialakult kapcsolatokat bizony elég negatívan befolyásolja. Nincsenek tehát könnyű helyzetben az egyedülálló fiatalok. Közülük többen a járványhelyzet miatt tovább is maradnak a családi fészekben és laknak otthon szüleiknél. Ez persze több más dologra is visszavezethető. Az egyik úgynevezett pszichológiai tényező, tehát a túl erős kötődés a szülőhöz, ehhez itt a szülők esetében általában az édesanyához. Ha nagyon erős személyiség a szülő vagy az édesanya, akkor ez a kötődés általában sokáig megmarad. A másik tényező gazdasági tényező, amikor a fiatalok vagy a fiatal úgy gondolja, hogy nem rendelkezik olyan munkahelyi forrásokkal, olyan tényezőkkel, olyan gazdasági tényezőkkel, hogy az önállóvá válás meg tudná valósítani. És hát van egy szociológiai tényező is, ez a generáció, amely párválasztás előtt áll, tehát ez a 20-as, 30-as évek elején járó generáció esetében másak az értékek. Tehát a családi értékeket sok esetben háttérbe szorítja a saját karrier megvalósítása, és a kevésbé akarnak elköteleződni. Tehát ezek a tényezők megvannak. Na most azt mutatják a statisztikák, és nagyon érdekes, hogyha demográfiai oldalról közelítjük meg, hogy például az 2020-ban nem csökkent a házasságkötéseknek a száma. Mindegyikünk azt gondolja, hogy azzal, hogy korlátozták például a lakodalmakban a résztvevők számát, ezzel úgy visszaesett a esküvők száma. Nem esett vissza, és ami még nagyon érdekes, hogy én magam is azt gondoltam, hogy az együtt töltött időszak majd kedvez a születések számában, ebben viszont jelentős visszaesés van, tehát a szülések, születések számában. A válások esetében nincs különösebben kimutatható változás, egyrészt azért, mert a válás az egy hosszú folyamat, tehát ennek a hatásai, ha meg lesznek, még későbbiekre tevődnek vissza, és ahogy ön mondta, kitolódott a házasságkötési életkor, tehát most az átlagos házasságkötési életkor férfiak esetében 32-34 év, nők esetében 30-32 év. És ugye ez a későbbi gyermekvállás szempontjából lesz lényeges, hiszen hát azért 35 felett már ritkábban vállalnak gyereket a párok. A járvány idején széles körben elterjedt otthoni munkavégzés is nehezíti a szülőktől való leválás folyamatát, pedig a mobilizáció egyúttal ismerkedési lehetőséget is jelentene sokak számára.
Éppen azzal, hogy a távmunka egyre gyakoribbá vált, emiatt sok esetben azokat a mondjuk albérleti lehetőségeket, vagy más városba költözési lehetőségeket is feladják, mert hát otthonról is lehet dolgozni, és ez biztosan felerősítette a szülői családnak a szerepét. És hát nem csak amiatt, mert hogy nincs kapcsolata, hanem amiatt is, mert a munkahely sem kényszeríti őt arra, hogy elköltözzen. Na most a mobilizáció, az, hogy átköltözök más településre, ez megint egyfajta ismerkedési lehetőséget jelenthet az egyén számára. Ha otthon vagyok, otthon maradok, akkor ezek a lehetőségek is általában bezárulnak, hát most meg aztán különösen ennek nézünk elébe. Azt, hogy mi lenne az önállóvá válás ideális életkora, nehéz meghatározni, sok mindentől függ ugyanis. Jár-e még iskolába, tanul-e még, van-e állandó munkahelye? Ha van állandó munkahelye, akkor ezek általában meggyorsítják a leválást, pláne, hogyha ez egy másik településre vonatkozik. Most a járvány időszakában minden leállt. Ezt mi azt szoktuk mondani, hogy a járvány az minden tendenciát felülír. Tehát azokat a tendenciákat, amelyek korábban kialakultak, a járvány, azok a hatások, amelyeket ki nem tudunk számolni, ezek a hatások eléggé nehezen kiszámolhatóak. És nagyon érdekes, mert mindenfajta kutatás, ez 2020-ra vonatkozik még. Hát mondom, 2021-ben még alig vagyunk, és ahogy mondtam, a járvány szakaszai más-más hatást alakítottak ki. A szakirodalom egyébként a járvánnyal kapcsolatosan azt mondja, hogy 4 csoport különíthető el, akik másképpen élik meg a járvány hatását. Ha életkorokat nézzük, akkor ugye vannak azok a iskolás fiatalok, akiknek megváltozott a helyzete, hiszen a jelenléti oktatás egyre inkább digitális oktatásra alakul át. Van a másik, azoknak a aktívaknak a szerepe, akiknek a munkahelyi kötelezettségeik megnőttek. Gondoljunk itt az egészségügyben dolgozókra, a kereskedelemben dolgozókra, tehát akik a bevásárlóközpontokban dolgoznak, és hát vannak, akiknek a munkájuk úgy változott, hogy távmunkában dolgoznak, és a negyedik csoport, aki elveszítette a munkahelyét. Tehát mind a 4 csoport másképpen éli meg a bezártságot, a járványt. Azt lehet mondani, hogy most már mindenki nagyon várja azt, hogy visszaálljon az élet a régi kerékvágásába. Nem lesz, valószínűleg nem lesz ugyanolyan, mint korábban volt, de hát nagyon vágyunk arra, hogy legalább kimozdulhassunk, és visszakapjuk azokat a szabadsági tényezőket, amelyekkel korábban rendelkeztünk. Önök 35 perc című műsorunkat látták, találkozunk legközelebb jövő héten, hétfőn. Viszontlátásra!